Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Játszótérfejlesztés, új gyerekjáték került a szekszárdi Kölcsey utcába. Magyar falu program, 6 millió forintból fejlesztik a Siógárdi művelődési házat. Parlagfű elleni védekezés, a fizikai és a kémiai védekezéssel kezelhető a parlagfű. Kutyák a táborban, terápiás ebekkel játszottak a gyerekek. A Tanatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tanulmányi ösztöndíjprogramot indít a Paks 2 ZRT. Az Atomenergia a biztos jövő elnevezésű program célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését az energetika, az atomenergia iránt, és jól képzett szakemberekkel erősítse a Paks 2 projekt szakembergárdáját. Komoly lehetőség a középiskolások és egyetemisták számára a Paks 2 ZRT szeptemberben induló ösztöndíjprogramja. Célunk az, hogy az energetika és az atomenergia iránt érdeklődő fiatalokat minél előbb megszerezzük magunknak. Kicsit magabiztosnak tűnhet az a név, ami ugye elhangzik, az atomenergia biztos jövő, de azt gondolom minden hallgató és néző előtt ismert az a tény, hogy a Pakson létesülő új atomerőműblokkok várható üzemidője 60 év, és azt gondolom, ez kellő magabiztosságot ad ahhoz, hogy ezzel a szlogennyel indítjuk az ösztöndíjprogramunkat. A program 3 egymásra épülő szakasz keretében akár a középiskolai évektől a mesterszakos diploma megszerzéséig célzott szakmai orientációt és versenyképes juttatási csomagot nyújt. Emellett állás lehetőséget kínál a felsőfokú tanulmányaikat befejező hallgatók számára. Az ösztöndíjprogramra 7 meghatározott egyetem hallgatói, valamint az energetikai szakgimnázium és kollégium diákjai jelentkezhetnek. Nagyon fontos, hogy társasággal ugye szerződést kötnek ezek a diákok, és nekik is vannak olyan kötelmek, amelyeket teljesíteniük kell a szerződés szerint. Ebbe beletartozik az, hogy az elvárt tanulmányi eredményt tartaniuk kell. Ezen túlmenően az energetikai szakgimnázium és kollégium diákjainak a továbbtanulást ugye vállalniuk kell. A BSC és MSC képzésben részvevőknél pedig a záró feltétel az, hogy a végén állásajánlatot tesz a Paks 2 Atomerőmű ZRT a diákok részére, amely ha elfogadják és megfelel nekik, akkor utána örömmel várjuk kötelékünkbe, és reméljük, hogy minél több diák fog ehhez a csapathoz majd csatlakozni. Mitler István kommunikációs igazgató kiemelte, hogy a Paks 2 ZRT 5 S is, valamint összesen 10 alapképzésben vagy mesterképzésben résztvevő hallgató számára biztosít ösztöndíjat a következő tanévtől. Az S-isek esetében fél évente 75 ezer, a hallgatók esetében 300 ezer forint összegben. Elsősorban szeretnénk, hogyha itt helyi, regionális szinten jelentkeznének a fiatalok, látva a Paks 2 Akadémiának a sikerét, én úgy gondolom, hogy erre minden remény megvan. Mitler István hozzátette, az érdeklődők részletes tájékoztatást találnak a programról a társaság honlapján, a paks2.hu oldalon. Új nagyméretű gyerekjáték került a szekszárdi Kölcsey utcában található játszótérre. Az eszközt az egyik helyi cég vásárolta, hogy így támogassák a közösséget. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, a kezdeményezés előremutató, és örülnének, ha a jövőben több hasonló felajánlás érkezne az önkormányzathoz. Az önkormányzatnál nyári munkát vállaló diákok tartják rendben a most felújított játszóteret. 12-en dolgoznak azon, hogy az itteni környezet mindig rendben legyen. A területre most került egy új gyerekjáték, ami falat mászni és csúszdázni is lehet. Az eszközt a városban működő egyik vállalkozás vette, hogy így támogassák a helyi közösséget. Amikor lehetősége van egy vállalkozásnak, akkor úgy gondolom, hogy az adó, a kötelezően befizetendő adók mellett is szerepet kell vállalni a város életében. Hag Éva, a város polgármester, a körzet önkormányzati képviselője szerint fontos, hogy a mostani fejlesztés után minél több a családok által használt közösségi tér újuljon meg Szekszárdon. Nagyon fontos, hogy valamennyi játszóteret figyeljünk, hogy korszerű legyen, egyre több új játékeszköz kerüljön kihelyezésre. Itt megfelelő tér állt rendelkezésre, és azt gondolom, hogy ez a komplex játékeszköz elég sok kisgyermeknek ad majd újabb szórakozási lehetőséget.
A következő hetekben a város még 4 másik játszótere is megújul. Az önkormányzat a Csokonai, a Május 1 és a Klapka-György utcákban is hasonló fejlesztéseket végez el. Az energiaparkban pedig még ezeknél is nagyobb beruházás kezdődik el hamarosan. Egy kerítést építünk a szülők kérésére, és ott egy kutyafutató kialakítása is megtörténik, hiszen azt tapasztaltuk, hogy a kisállattartók és a kisgyerekes szülők között néha feszültség van a játszóterek használatából, különösen a homokozó használatából fakadóan, ezért szerettük volna, hogyha külön kutyafutatót tudunk létrehozni a városban. A mostani Kölcsey utcai játszótér fejlesztésére 2 millió forintot költött a támogató vállalkozás. A város polgármestere azt mondja, örülnének, ha a jövőben több hasonló felajánlás érkezne az önkormányzathoz. Sió Agád is nyert a Magyar Falu program első pályázatán. A település a pénzből eszközöket vásárol, amik megkönnyítik a kulturális programok szervezését a községben. A település polgármestere azt mondja, az ilyen kis településeknek nagyon nagy segítség a program, mert ezáltal vonzóbbá teheti a falusi életet. Így néz ki a Siolgárdi Művelődési Ház. A település is elnyerte a Magyar Falu program első kulturális és közösségi terek fejlesztésére, különböző eszközök beszerzésére kiírt pályázatát. A település polgármestere azt mondja, hogy ugyan pályáztak a Művelődési Ház fejlesztésére is, ám nem bánja, hogy végül az eszközbeszerzésre nyerték el a pénzt. 6 millió 100 ezer forint környéke a nyertes pályázat. Ebből egy része az egy kulturális kollégának az egyéves munkadíjára is lehetett pályázni, amivel ott is sikeresen tudtunk nyerni. A település 2 nagy rendezvénysátrat nyert a Magyar Falu programon, valamint egy évig tudják állni egy kulturális program szervező fizetését az elnyert összegből. Gerő Attila szerint a Magyar Falu program nagy segítséget jelent a kisebb települések fejlesztésében. Nagyon jó ötlet volt ez a kormánytól, hogy a 2000 fő alatti településekre ilyen kimagaslóan gondolt, és ez kiemelte a többi település közül, hiszen ő nekik a legnehezebb talán forráshoz jutni. A Magyar Falu program első részének céljai közé tartozik a települések kulturális fejlesztése. Ezt akár a közösségi épületek felújításával, akár eszközbeszerzéssel, rendezvényszervező alkalmazásával is végrehajthatják azok az 5000 lélekszám alatti települések, amik nyertek pénzösszeget a pályázaton. Betörőket értek tetten a szekszárdi rendőrök, az egyenruhásokat az áldozat szomszédja értesítette, amikor észrevette, hogy az éppen üres házban 2 számára ismeretlen személy kutakodik. A rendőrök még az ingatlanban fogták el a tolvajokat, akik közül egyikőjükről kiderült, hogy más bűncselekmény miatt körözik. Ítélkezési szünet lesz a bíróságokon jövő hét 2-től egészen augusztus 16-áig. Az ügyfélsegítő vagy régi nevükön a panasznapokat ebben az időszakban a szekszárdi járásbíróságon tartják meg. A legfontosabb ügyeket viszont nyáron is tárgyalják a bírók. Egy hónapra állnak le a bíróságok jövő hét 2-től Tolna megyében. Ez nem újszerű dolog, hosszú évek óta tartanak ítélkezési szünetet a nyári időszakban. A régi nevükön panasznapokat, vagy ahogy mostanában hívják ügyfélsegítő napokat, ebben a néhány hétben csak a szekszárdi járásbíróságon tartják meg. Szerdai napokon van ez az ügyfélsegítő nap, reggel 8-tól délig, illetve 13-tól 16 óráig tart ez a panasznap. Az ügyeleti rendszerben működnek a bíróságok a törvénykezési szünetben, azaz minden ügyben a határidők folynak, ezeknek az ügyintézése történik. Vagyis kizárólag tárgyalásokat nem tartanak. Ez alól kivételt jelentenek a munkaügyi perek, és például azok a tárgyalások, amiken a letartóztatásokról döntenek. Az ítélkezési szünet a szekszárdi törvényszéket, a szekszárdi, a bonyhádi, a dombovári, a paksi és a tamási járás bíróságokat érinti. Közeledik a parlagfűvirágzás szezonja. Az idei évben megváltozott a gyomnövény írtására vonatkozó jogszabály, amire főként azért volt szükség, mert az éghajlatváltozás miatt a parlagfű már nem úgy és nem akkor virágzik, mint korábban. Ezek a felvételek az út mentén készültek nem messze Szekszártól. A parlagfű számít Magyarországon az egyik legerősebb allergizáló növénynek, ami hosszú hónapokon keresztül megnehezíti a ráérzékenyek életét. A Tolna megyei földhivatal osztályvezetője azt mondja, az éghajlatváltozás miatt a parlagfű virágzási ideje is megváltozott, emiatt pedig a gyomnövény nyírtására vonatkozó törvényt is módosítani kellett. Az idei évtől nagyon fontos változás, hogy a jogalkotó megszüntette a július 1-i határnapnak úgymond a kedvezményét, ameddig korábban meg kellett akadályozni a földhasználójának, hogy a parlagfű
virágbimbója kialakuljon. Most a növénynek a biológiai állapotához kötött a parlagfűmentesítési kötelezettség. Gyakorlatilag nem szabad hagyni, hogy a parlagfű virágbimbós állapot kialakuljon. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a fizikai mellett érdemes kémiai védekezést is alkalmazni a parlagfű ellen. Viszont ha valakinek a földjén parlagfüvet észlelnek az ellenőrök, az büntetésre számíthat. Tolna megyében tavaly 100 fölött volt a kiszabott bírságok száma. 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet, de függ tehát az érintett terület nagyságától, és az érintett terület nagyságon belül is a borítottságtól, tehát milyen sűrűn van a parlagfű, a 5 ezertől 5 millióig. Tavalyiben összesen 131 alkalommal szabott ki bírságot a növény- és talajvédelmi hatóság, mintegy 4 millió 900 ezer forintos értékben. Ha valaki egy területen parlagfüvet lát, érdemes értesíteni az illetékes hatóságot, vagyis belterületen a települési jegyzőjét, külterületen pedig a járási földhivatali osztályt. Tolna megyében 2018-ban 202 parlagfűészlelést foglalt jegyzőkönyvbe a hatóság. Ha vizes vagy egy állatos program van a táborban, az mindig siker. Most a Bátaszéki Gondozási Központ munkatársai szerveztek olyan napot, ahol kiképzett terápiás kutyákkal játszhattak a gyerekek. Ez a két jámbor egy Dió és Szotyi. Közös bennük, hogy mindketten terápiás kutyák. Arra képezték ki őket, hogy gyerekekkel vagy hátrányal élőkkel foglalkozzanak. A Bátaszéki Gondozási Központ nyári táborában barátkozhattak ezúttal gyerekekkel. Mivel ez még nem volt, én úgy tudom, hogy soha nem volt még egy ilyen program, úgy gondoltuk, hogy a Kocsi Gabi alapítványt így behozzuk ebbe a nyári programokba, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, mert nagyon élvezik a gyerekek. Csak víz vagy állatok legyenek, akkor minden rendben van a táborban, mondják a felnőttek. A gyerekek láthatóan tényleg nagyon élvezték a kutyákkal való játékot, ismerkedést. Nagyon ügyesek! Az alapítvány évek óta foglalkozik a kutyák kiképzésével és a hátrányos csoportokkal való foglalkozásokkal. Szerintem nagyon jó hatással van rájuk a kutya jelenléte, meg a közvetlen szeretet, ami belőlük árad. És egész máshogy viszonyulnak sokan, akik előtte tartottak mondjuk bármilyen állattal, utána bátrabbak, és bíznak bennük. A Bátaszéki tábor augusztus végéig várja a gyerekeket, kicsiket és nagyokat egyaránt. A programon többek között még sziklamászás, élménypark látogatás, strandolás és vadrezervátum látogatás is szerepel. Regionális híreink következnek. Modern honvédelem, még több pénz jut a haderő fejlesztésére a következő években. Fórum a pécsi építési szabályzatról, még várják a városban élők javaslatait az önkormányzaton. Szulejmán szultán zarándok városa, bemutatták a Szigetvár melletti ásatási helyszínt. Szüksége van hazánknak egy korszerű honvédségre, ami garantálja az ország biztonságát, mondta a Somogy megyei kormányhivatalban tartott előadásán Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Éppen ezért indul az Rényi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program, tette hozzá a tárca vezető. Benkő Tibor hozzátette, kiemelt cél az is, hogy Magyarország 2024-ig a GDP 2%-át honvédelmi jellegű kiadásokra tudja fordítani. A magyar honvédelmi reformot a biztonsági környezet gyors változása és a világban végbe menő folyamatok indokolják, mondta Benkő Tibor. A honvédelmi miniszter elmondta, kettő veszélyeztetettségi irány van a NATO számára, a keleti és a déli fenyegetés, de az elmúlt években, évtizedekben a környező országokban is forrongások történtek. Ilyenek vannak most a Közel-Keleten, Észak-Afrikában és Szíriában is, folytatta a tárcavezető. Tehát lehet látni, hogy forrong a világ, és bizony a magyar honvédségnek az a dolga és az a kötelessége, hogy mindig a legjobb képességet tudja felmutatni. Ebben természetesen ott van az ország felelőssége, ott van a kormány szándéka, hiszen ahhoz, hogy egy ilyen nagy mértékű átalakulást és átalakítást tudjunk végrehajtani, ahhoz kell mind a társadalom, mind a kormány támogatása. Nagyon gyorsan változik a biztonsági környezet, ezért fejleszteni kell a honvédséget, mondta az Rinyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programról Benkő Tibor. A honvédelmi miniszter kiemelte, hazánk biztonsága több pillére nyugszik. A társadalmon, az erős, korszerű honvédségen, a jól kiképzett, lojális katonákon, valamint a szövetségi rendszer által nyújtott garancián. A katonához kapcsolható életpálya,
mi az, ami elvárt egy katonától, és mit biztosítunk ennek fejében. Tehát az illetmény, a lakhatás, az egészségmegőrzés programja. Nagyon fontos a társadalomban elfoglalt helye, szerepe a katonának, megbecsültsége, hogy ezt vívja ki a katona saját magának a társadalomban. Fontos a fiatalok megszólítása is, hogy megismerjék hazájukat, annak történelmét, tette hozzá a Somogy megyei kormányhivatalban tartott előadásán Benkő Tibor. Elhangzott, az államigazgatásnak is komoly szerepe van a honvédelemben. Mindenkinek a saját területén meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a magyar emberek és köztük a somogyi polgárok biztonságban és nyugodtan élhessenek, hiszen ennek a megteremtése a magyar egész társadalomnak legfontosabb érdeke. Ha nincs biztonság, ha nem működik a gazdaság, akkor nem lehet sikeres senki sem a magánéletében, sem a munkahelyén sem, és nem lehet egy erős nemzet sem biztonság nélkül. Ez egyrészt a Magyar Honvédség feladata, amit én úgy érzem, hogy ezzel a programmal a magyar kormány döntése alapján és miniszter úr végrehajtása mellett meg fognak teremteni. A Megyei Védelmi Bizottság tagjainak, a Megyei Kormányhivatal munkatársainak és a társszervek szakembereinek tartott tájékoztatón Benkő Tibor hozzátette. Kiemelt cél az is, hogy Magyarország 2024-ig a GDP 2%-át honvédelmi jellegű kiadásokra tudja fordítani. Milyen épületek valósulhatnak meg Pécsen, és milyen szabályok mentén lehet csak ezeket felhúzni? Vagy éppen hol kell építési tilalmat elrendelni, esetleg az úthálózatot bővíteni? Erről a szabályozásról tartottak fórumot a Városházán. Itt a pécsiek véleményét, javaslatait várták kedden. Ezek alapján áll össze az a rendezési terv, amely az építkezéseket szabályozza a következő évtizedben. Nyilvános fórumon vitathatták meg a pécsi építési szabályzatot a városban lakók. Kedden a Városházán a főépítész hallgatta meg azokat, akik kifogásolnak valamit a helyi szabályozásban. Ez a férfi például azt, hogy már évtizedek óta nem lehet építeni abban a Pécs-Somogyi utcában, ahol él, mert 30 éve egy utat terveztek oda. Nem állnak fenn feltételek, hogy oda lehet menni, tűzoltolni, bukásokat. Természetesen ki kell szélesíteni, akkor lehet az egyik oldalát bontani, kész. De ahol mindezek a feltételek adottak, tehát a bevenni mentőautók, kukásautók, teherautók, minden építkezések voltak, soha nem volt probléma ilyen, hogy nem fértek el, akkor ott nem értem, hogy ott miért kell Ezt az esetet is megvizsgálják majd, mert az önkormányzat felelőssége, hogy élhető várost alakítson ki, mondta a főépítész. Szabálytalan állapotban működnek városrészek, az nem egy városfejlesztési stratégia, hanem meg kell nézni, hogy tudnánk a szabályosát tenni, hogy élhető város tudjon kialakulni. De hogyha van olyan egyedi kérdés, hogy ilyen szemben meg tudjuk vizsgálni, azt meg kell. PÉSZ 2020, ez az a helyi rendeletgyűjtemény, ami azt szabályozza, hogy milyen feltételek mellett mi építhető a városban. Ehhez tehettek javaslatot a fórumon a megjelentek. Miközben a város egyes részein barna mezős területek maradtak, ahol lebontottak épületeket, máshol meg teleépült, például a Szigeti úton az elmúlt években teleépült társasházakat. Ezeket a folyamatokat, amik egészségtelen helyzeteket állítanak elő, kezelhetetlen helyzeteket, ezeket kezelni kell egy új rendezési terv esetén, mégpedig úgy, hogy egyenletes legyen az eloszlása a területeknek a beépítésének. Az egyik meglévő problémáról beszél a képviselő, de a közlekedési zsúfoltságra, az eltűnő zöld felületekre, a meccsekről lezúduló esővíz problémájára is megoldást kell nyújtani a rendezési tervvel, hogy működő város legyen Pécs. A lakossági javaslatokat még július 17-ig várják. Ezeket is figyelembe véve őszre dolgozzák ki a tervezők, hogy milyen építési szabályok mentén valósíthatók meg az épületek, az utak a városban az előttünk álló évtizedben. Bejárással egybekötött, kihelyezett stúdióbeszélgetésen mutatták be a kutatók a megtalált Szulejmán türbéjét, illetve a körülötte kialakult zarándokvárost csütörtökön stábunknak. A kutatók a feltárás körülményeiről, jelentőségéről beszéltek, valamint arról, hogy kormányzati szándék szerint a feltárt emlékhely bemutatásra kerül. A régészek ebben az évben végeznek a terepen a munkálatokkal.
A turbéki szőlőhegyen a megtalált Szulejmán türbéjének ásatási területén mondták el a szakemberek, mit tártak fel eddig, illetve mik az újdonságok. A kutatócsoport vezetője azt is megmutatta, hogy nézhetett ki egykor a szultán síremléke, illetve a köré épült város. Az északkeleti nézetből van a komplexum, ugye ez a türbe, aminek ólom volt a teteje. Ez a dzsámi, ugye a déli oldalán volt a minaret. Ez a dervis kolostor, az elalak, és ugye ez az a vendégház, itt ennek a szélét látjátok csak, aminek a falait fölvettétek az ásatásnál. Ez a kolostor rész, ami jelenleg kibontott állapotban van. Ez az egyik nagy terem, amit megtaláltak. A kolostornak két ilyen nagy helyisége volt. Az egyik a másik oldalon található szemahane, vagyis ceremoniális terem, amiben a sejk vezetésével a dervisek a rituális szertartásaikat végezték. A halvedi dervisek esetében ez azt jelenti, hogy összeülnek és a sejk vezetésével zene kíséretében elkezdik recitálni Allah nevét, majd pedig Allahnak a jelzőit, szent formulákat a Koránból. Így zajlott itt az élet annak idején, mondja el a régész a feltárt épület maradványokról. Magát a türbét azonban nem láthatjuk így jelenleg. Itt ezen a területen volt 2015-ben az a feltárás, amelynek során ezt a négyzetes épületet feltártuk. Ugye Mekka felé volt tájolva, délkelet irányban, és északnyugat irányban volt a bejárata, tehát a fák felől közelítették meg. A türbe egyébként egy ilyen 7x7 méteres alapterülettel rendelkezett, nem volt nagy méretű épület, de impozánsan ki volt alakítva. Azonban visszatemették, hogy megóvják az időjárási körülményektől. A régészek még ebben az évben befejezik a feltárást. A türbé 2020 után tárulhat újra a látogatók szem elé, ugyanis a kormányzat határozata alapján a megtalált leleteket bemutatják. Egy látogatóközpontot alakítanak ki a régészeti munka és a szakemberek javaslatai alapján. Kisvasutas munkával ismerkedhetnek a gyerekek egész héten át. Pécsett a Dömötör kapunál található Mecseki kisvasút kínálja a lehetőséget a nem mindennapi erdei programhoz. Az ismeretek elsajátítása után délutánonként többek között vonatozás várja a táborozókat a Mecsek népszerű állomáspontjaira. Már itt van a peron végénél, akkor kell adni a lassan jelzést. Éppen az oktatás zajlik a mecseki kisvasutas táborban. Ennek a vonatnak a szabályos közlekedését csak előzetes ismeretek birtokában lehet elindítani. Ezek után lehet valakiből állomásfőnök, váltókezelő, tolatásvezető, kocsirendező, kocsivizsgáló. A tábor népszerűségét bizonyítja, hogy a gyerkőcök között akad olyan is, aki már harmadik éve jár ide nyaranta. Azért jöttem, mert igazából szeretek itt lenni, és kevés úgymond a családdal az esélyem, hogy ide följövök. Még nyáron elfoglalom magamat, és több élményem lesz. Én itt állomásfőnök vagyok, söpröm a peront, meneztem a vonatot, és mindenféle dolgokat csinálok. A kisvasutas táborozók a délelőtti oktatást követő ebéd után például az állatkertbe utaznak, vagy ellátogatnak a főpálya udvarra és a fűtőházba. Gajer Tibor szakmai vezető szerint fontos dolgok történnek ebben a táborban, hiszen az itt szerzett ismeret, a fegyelem, a felelősségérzet kialakítása később is kamatozik. A jó erdei levegőn való programok pedig az egészségnek is jót tesznek. Megtanulják, hogy mi a dolga egy kalauznak, mi a dolga egy szolgálattevőnek, egy váltókezelőnek, és itt kicsiben végzik azt a munkát, ami már azért hasonlít a nagyhoz, és meg kell mondani, hogy nagyon élvezik. Úgyhogy reggel jönnek dolgozni, a kalauzok kitakarítják a kocsiaikat, a szolgálattevő lesöpri a peront, és utána kezelik a jegyeket, felkísérik az utasokat, lesegítik őket, kiukasztják a jegyeket, a szolgálattevőnk pedig elmeneszti a vonatot. A tábor hatnapos. Szombaton az Alma melléki kisvasútra kirándulnak, megnézik az Ibafai Pipa Múzeumot, és útba ejtik Sasrétet is. A következő második turnus július 15-én kezdődik. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Játszótérfejlesztés, új gyerekjáték került a Szekszádi Kölcsei utcába. Magyar falu program, 6 millió forintból fejlesztik a Siógárdi művelődési házat. Parlagfű elleni védekezés, a fizikai és a kémiai védekezéssel kezelhető a parlagfű. Kutyák a táborban, terápiás evekkel játszottak a gyerekek.
Szombaton borongós időben lesz részünk, csupán átmeneti időszakokra vékonyodhat el a felhőzet, és süthet ki a nap. Esőre, záporokra kell számítani, de egy-egy zivatar sem kizárt. Vasárnap már napos idő várható, de átmeneti felhősödésekből kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Viszontlátásra!